38. fejezet, az utolsó pompa. Budai uramat már most is a hideg kezdte lelni, de nem könnyen engedte magát, sebes léptekkel járt fel alá a nagy teremben. Ez akkor volt szokása, ha nagy dologban tusakodott magával. Sokáig dünnyögött, dohogott hangos félmondatokat, végre bizonyosan határozott valamit, mert nagyot csapott az ablakrámára, aztán eltökélt léptekkel kisietett, és az egyik ispánt hivatta. Ön rögtön befogad 4 lovat, parancsolta szokott szelíd hangján, de a rögtön szót megnyomva. Vágtatva hajtat Ungvárra, s még az éj folyamán kihozza onnan a bádogost, aki a koporsót becinkezi. Megértette? Nem értem a nagy sietséget, tisztartól, mert elég lesz a koporsót, ha egyáltalán szükséges délelőtt becinkezni. Reggel esetleg a rokonság közül még valaki látni akarja halottat. Semmi okoskodás, ispán úr! Dixi! Talpon volt egész éjjel, várta a bádogost. Addig nem mert lepihenni, különben is mozgott, élt az egész kastély. A konyhában kopasztottak, dagasztottak, sütöttek, vajat köpültek, mákot törtek a tömérdek nép számára, amely a temetés után itt fog ebédelni. Soppulykának kell meghalni, amikor egy nagy úr születik a keresztelőre, és megint soppulykának kell meghalni, mikor egy nagy úr meghal a torra. A szegény pulykának bizony mindegy, hát akár születik valaki, akár meghal. A kastély minden zegzugában folyt a munka. A kaposi és az ungvári szabók szakadatlanul varták föl a fekete posztót vagy 7 szobában. Katuska is segített nekik. Piktorok címereket festettek nagy papírlapokra, faragómesterek a gyászposztóval bevonandó oszlopokat, állványokat készítették a Vidonka felügyelete alatt, aki bosszúsan kritizálta az érckoporsó formáját, arányait. Szép cifrácska, hiszen, de nem elég kényelmes. Én faragtam volna fából neki jobbat. Éjfél után végre megjött a bádogos, és hamarosan beforrasztotta a koporsót, mire Budai uram nyugodtan ledőlhetett azzal a fohásszal, bárcsak ne ébrednék fel többet. Ami azonban nem lőn meghallgatva, mert már kora délelőtt felzörgette a folyton érkező kocsik zaja. Még egyszer utoljára begördültek az udvarra a sztáraiak, majlátok, sennyeiek, lónyaiak, hintói, szánnyai, az Ibrányi Pali híres 4 szürkéje, a Gilányi 5 fekete csődöre, a Rolli muzsikáló bricskája, de most a verk meg van állítva. Rolli nevű excentrikus úr egy bricskát csináltatott Bécsben, melynek tengelyén egy muzsikáló gépezet volt alkalmazva úgy, hogy amint a kerék forgott, egyszer s mint szólt a muzsika is. Fogad-fogad után jött, és ami virág nyílt az üvegházakban 4 megyében, az mind ide gyűlt most a halottat köszönteni. Megérkeztek a céhek Kaposról, Ungvárról, a deputációk az ország minden részéből, ahol ezt a megboldogult jótékonysága kötelezővé tette, fagyott orrokkal, fülekkel a pataki diákok, Pestről a Ludovíceum növendékei, a Váci némáktól 4-en, a nemrég alapított Tudományos Akadémia némáiból 3-an, de kigyőzné mind elszámlálni. Megtelt az egész óriási épület, gyönyörű hölgyek, bárónők, grófnők szálltak le a lépcsőzetnél drága prémes bundáikban, ki virágot hozott, ki koszorút, csak egyetlen kék bekecses ember nyújtogatott egy elszáradt zuzmarás fagajacskát a koszorukra felügyelő Gál ispánnak. Hát ezzel mit akar? Rivalt rá az ispán. Mi ez? Azt én tudom mi, felelte az öreg ember. Csak tessék rógó humilleme oda tenni a többi közé. Ha lát minket a halott, akkor ő is tudni fogja, hogy mi az a gaj. Kicsoda Kend? Én nem vagyok Kend. Én nemes Tóth György vagyok Röszkéről. Tóth György uram, azokból a fákból hozott ágat a koporsóra, melyek alatt János gróf utoljára haladt el Piroskával. A fűtött termekben összegyűlt urak, de kivált a dámák. Kíváncsian rohantak az ablakokhoz, mihelyt egy-egy új kocsi berobogott. Hogy az ablak átlátszó maradjon, a leheletükkel melengedték le róla a jégvirágot.
ha érdekes személy jött, nagy hullámzást támadt. Hiszen egy szenzációtól elestek, jelezte egy sok elbigyeztett piros szájacska, megérkezett az ifjú budai Pál, a horvát birtokok prefektusa Bornócról, és elújságolta, hogy a kisasszonya megbetegedett, és most ágyban fekvő természetesen nem jön el. Ó, szegény leány, óbégatták néhányan, ágyba döntötte a szörnyű csapás. Szívből sajnálkoztak a betegségén, jobban szerették volna, ha ide mégis eljön, és inkább csak aztán betegszik meg. Most egyszerre nagy nyüzsgés támadt, mindenki az ablakhoz törte magát. Ki jött? Mi jött? Itt van az özvegy. Szapriszti, ó! Sokan dacára hidegnek föltépték az ablaktáblákat, és kihajoltak. Mások ismét ezek fölé kapaszkodának, úgyhogy fejem fej bámult minden ablaknál, mint az egymásra rakott alma. Egy nyilat nem lehetett volna sehol belőni, hogy fejet ne találjon. Csak ugyan az özvegy érkezett meg, tetőtől talpig gyászban. A cselédek libériája is fekete, még a lovak is feketék, a kocsis inas kalapjáról két arasznyi gyászfátyol leng alá. A kastély összes személyzete fogadta, hát ha a lendő úrnőjük. Mélyen meghajolva várták félkaréba, míg az öreg budai kiemeli a hintóból. Nézzétek a cudart! Szörnyű közének odafönn az ablakoknál, milyen kegyesen bólingat a fejével, mint egy királyné. A csodálkozás fölsziszenése hallatszott, mikor most utána egy bűbájos sugár női alak lépett ki a batárból. Ki lehet ez a gyönyörű jószág? Hát a leánya, Butler Mária, tűnte termet. Kíséri a leányomat, budai uram, valami meleg szobába, mondta Dőri Mária csöndesen. Át van fázva szegény, én pedig hozzámegyek. Hol van ő? A nagyteremben. Meg lehet nézni? Lehetetlen méltóságos asszonyom, a koporsó be van már forrasztva. Mária jól ismerte itt a járást. Átvette a fehér kamélia koszorút az inastól, és egyenest a nagyterembe tartott vele. Most éppen nem volt ott senki. A kardos huszárőrség épp most vonult el, hogy ott kün sorakozzék a többiekhez, mert 8 huszár kíséri minden oldalon, kivont karddal. 50-50 pedig, elől, hátul, lova. Urasan megy ám az úr, a más világra is. Borzalmas csönd volt benne. A nagy kongó üres terem közepén a zordon koporsó, néha-néha egy gyertya sercen valami bútor pattam. Mária remegve néz szét. Mégis hallatlan, hát így magában hagyni a halottat. Már vissza akart fordulni, amidőn észrevett egy férfit, aki csöndesen imádkozott a koporsónál. Bár alig okozott zajt, a bársony topánkáival a férfi mégis megfordult. Bernát odalépett haragosan, és lelökte onnan a kamélia koszorút, hogy az leesett a lovakterem márványkockáira. Ne legyen ön kegyetlen, mondta keserűségtől reszkető hangon. És ne háborítsa őt még most is, hagyja békében, kérem, mert most már legalább, most, ezentúl. Mária éppen térdre akart ereszkedni, de erre a nem várt támadásra fölugrott, mint a tigris fejét fölemelte kevén. Hogy merészkedik ön? Ki ön? Kiáltá élesen. Én a neje vagyok. Igen, a papok szerint, felelte Bernát végtelen megvetéssel, de Isten szerint nem, és ő most már az Istennél van. Nem bírva többé magán uralkodni, szemeit elborította a vér, lábaival rátaposott a koszorúra. Vigye el ön a koszorúját a papoknak, és mondja meg nekik, hogy ön ölte meg őt. Még egy lesújtó pillantást vetett rá, de már az nem szúrta meg, már akkorra összeesett alértan a kövekre. A tekintetes követúr, mint aki valamit kiadott magából, ami eddig a lelkét nyomta, megkönnyebbülve hagyta el a termet, csak kün említette a személyzetnek, ugyan nézzék csak meg, odabent a nagy teremben valami nőszemély, el van ájulva. Az emberek, akik megtalálták és fellocsolták, jól élekkel mondhatták, mégiscsak szerethette. Mondjam-e még tovább.
Hosszú volna leírni az egész szertartást, hogy öntötték az országutak még folyton a gyászolókat, a kíváncsiakat. Míg a klérus megérkezik, összegyűltek az emeleti aggancsteremben a Butler család rokonai. A neje is ott ült halott halványan egy karszékben. Ott voltak gazdatisztjei, a többi uradalmáról bejött prefektusok, mire felolvastatott a végrendelet, melynek egy eredeti példányát a szekretárius hozta magával Bécsből. A megboldogult gróf majdnem összes birtokait, jövedelmeit, ingóbingóit jótékony célokra testálta, csupán az erdőteleki birtok fél jövedelmét hagyta ama szerencsétlen teremtésnek, aki magát nejének nevezte, és minthogy annak állítólag egy leánya is vagyon, azt kapja hozományul, ha férjhez megy a garagosi pusztát, 4000 holdat. Hagyott némely birtokrészeket egyes barátjainak, rokonainak, így Budai uramnak hosszú hűségeért, a Vrebina pusztát minden rajta található élő és holt instrukcióval, hogy öreg napjaira nyugodtan énekelgesse a zsoltárokat. Ami fennmaradna még ezek után, bármilyen nemű javadalmaiból, akár föld, akár egyéb, illesse az mindaz ő szeretett gyámatját, Fáj Istvánt, vagyis inkább annak a hozzátartozóit. Amennyiben pedig a fent elősorolt számtalan adományairól kitűnnék, hogy valamelyik olyan egyletnek jutna, ahol annak hasznát vehetnék a papok is, ezen körülmény kiderítetvén az adomány semmisnek tekintendő, és osztassék fel a bozosi uradalom szegényei közt, stb. Stb. Az alatt megérkeztek 4 kocsin a papok, a szigorú téli idő miatt csak a környékbeliek, és azután zavartalanul rendben folyt le a temetés. A pompa elkápráztatott mindenkit, 1000 fáklyát vittek a jobbágyok, úgyhogy a sor eleje már doboruszkán volt a kriptánál, amikor még a koporsó el se indult. 4 szekér vitte csupán a koszorúkat, virágokat, bizony Horváth Piroska se törte volna bele a derekát, se a tisztességét, ha legalább egy rezed a szálat küld. Soha annyi népet, mint itt. Nem csak a nagyurak, de a közönséges renden valók is megbecsülték magukat. Ott volt egész Ungvár, 2 kapos és környéke. Néni, itt van Gribi uram is, Hadasiné asszonyommal, de most már a felesége. Katuska mutogat, magyaráz nekik mindenfélét. A sok főrangú nép miatt közönséges ember ugyan nem férhetett közel, hogy a koporsót láthassa. Maga Tóth György uram is messzire szorult, pedig bizony nem azért jött, hogy a pocakos nagyurak hátát nézze, látni és sírni akar. Bosszankodásában előre elindult Ruszka felé, gondolta magában, ott a kriptánál várja be a menetet. Oda is ért a fáklyások elejével, és megtekintvén az épületet, az egyszerű kis téglaházikó cserépfedéllel, a fedelén egy kis ablakszerű nyílással, az az ötlete támadt, hogyha ő fölmenne a házikó padlására, onnét pompással láthatná a temetést, a sok hintót, a sok nagyurat, a lobogó fáklyákat, a röpködő színes címereket, a gyászposztóval bevont paripát, sőt, még talán azt is, hogy oda került-e az ő galja a virágok közé. Mint hogy pedig oda könnyű volt fölmenni, mert senki se törődött most az élőkkel, hát fölment, és természetesen mindent a legjobban meglátott, ami csak történt, és ami otthon az anyjukot érdekelheti. Ó, szép volt ez is. Olyan nagyon-nagyon szomorú. A koporsót a kriptánál most már a nagyurak emelték le, és azok vitték be a vállaikon. Elég sokat kártyázott velük. Be a kriptába csak kevesen férhettek. Ott benne a szertartás különben sem tartott sokáig. A papok röviden végeztek, mert fáztak. Behelyezték a koporsót, kép kap, mindennek vége van. Az utolsó Párdányi gróf hazaérkezett. Aztán fölfordították a címerpajzsot, a koronás aranysast kékmezőben ezüst puttonnyal a mellcsontján. Vol, nincs, elröpült, ő is a familiával együtt. Csak öreg kardokon, ócska könyvtáblákon cipeli még mindig azt a bolond nehéz puttonyt, amelyel valami élénk fantáziájú király nyomorította meg valaha nagyon régen, amikor még ezüstből csinálták a puttonyt. A ma már csak fából van, és nincs mit szüretelni bele a Tokai hegyen.